mi kell ahhoz, hogy a világ legjobb testépítői közé kerülhess? Vagy esetleg állj színpadra a Mr. Olympián. Az önmagadat menedzselés, ez baromira fárasztó, az, hogy fenntarts magad szellemileg. Ha a legjobb akarsz lenni, akkor kell mögéd egy csapat. Fizikálisan nagyon-nagyon baromira jó genetikárnak kell lennie, és mentálisan nagyon erősnek kell lenned. Nyilván szeretnék jó eredménnyel hazatérni, jó eredményt elérni, szeretnék büszke lenni arra, hogy ott voltam. Magyarként egy kis országból, egy kis vidéki városból szerintem nagyon-nagyon szép teljesítmény kijutni és ott lenni ezen az eseményen. Úgy érzem, hogy fejben sikerült minden nyomást leszedni magamról, és ennél fogva tudok koncentrálni arra, hogy teljes erőbedobással, teljes mértékben próbáljam a maximumot kihozni a saját testemből, úgyhogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a legjobb helyezést érjem el, és mindenki büszke legyen rám, de legfőképpen magamra, hogy lehessek büszke, úgyhogy csapassuk. Sziasztok srácok, üdv mindenkinek Las Vegasban! Mivel az amerikai anyagok utómunkája egy kicsit megcsúszott, és tudom, hogy sokan vártátok ezt a részt, úgy döntöttem, hogy időrendben felcserélem az érkező epizódokat, az olimpiával kezdünk, és utána megyünk majd vissza az időben. Bálinték nagyjából egy héttel a verseny előtt érkeztek meg a városba, mi két nappal korábban futottunk be, Los Angelesen keresztül San Diegóból. Túl sok kommentárt nem fűznék Vegashoz, tényleg olyan, mint a filmekben. Zene, fények, csillogás, villogás, kaszinók, bárok és éttermek. Mi viszont most nem bulizni érkeztünk, hanem a világ legnagyobb testépítő versenyére. Az indulás előtti pár napot azt abszolút úgy éltem meg, hogy a végét járom ennek a felkelek, lekardiózok, pihenek, edzek, hazamegyek, stb. Tehát nagyon-nagyon kifacsartam magamat, viszont volt bennem mégis egy olyan érzés, hogy végre elindulunk. A verseny előtti este, csütörtökön, ugye szombaton volt a verseny, pénteken kezdődött az egész rendezvény. Volt egy meet and greet, ahol mindenkinek volt egy saját asztala, és ahogy lehet látni, egy ilyen kis tábla fogadott minket, ahol ki volt jelölve mindenkinek a saját helye. Itt lehetett találkozni a sportolókkal, a versenyzőkkel, és lehetett közös képeket csinálni, beszélgetni velük. Néhányan odajöttek, vagy itteniek, vagy pedig magyar emberek, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, rengeteg ember volt, tehát hogy iszonyatosan imádják az itteniek ezt a sportot. Szóval felemelő érzés volt itt lenni. Na közben megérkeztünk már Vegasba, és elfoglaltuk a szobánkat itt a szállodában. Hihetetlenül monumentális minden, rengetegen vannak, oltári show van, és egyszerűen felfoghatatlan inger és impulzus egyelőre, úgyhogy biztos, hogy életre szóló élmény lesz mind az expo, mind az elődöntők, az összes show döntők, Bálint nagyon jó formában van. Őrült az egész. Mész, jobbra kaszinó, balra kaszinó, végtelen utcák a hoteleken belül. Verseny előtti nap voltam egy fizikoterapeutánál, aki egy picikét lenyújtogatott, kicsikét kiropogtatott. Előtte lévő este pedig mindenki elmegy előbb barnítani, szinte mindenki. Én is így tettem. Nagyon fehér bőrű vagyok, úgyhogy egy másik barnítót kaptam, mint eddig, ami nagyon ragadott. Úgyhogy én lemostam ezt a barnítót egyébként. Másnap megkaptam a menszfizikes barnítókat, amik már sokkal könnyebben száradtak és a bőrömbe is tudta fogadni. Úgyhogy innentől kezdve már teljesen egyenes volt az, hogy a színem is jó legyen a színpadon. Megnéztem igen a többieket nyilván, nézegettem mindenki formáját. Itt mindenki nagyon jól nézett ki már. Egy ember volt rá, akit felkészületlennek láttam. Szóval más a színvonal, legalábbis egy Mr. Olympián.
mint egy európai versenyen. Szóval nem lehet összehasonlítani a kettőt, nyilvánvaló, ez egyértelmű. Az, hogy ugye távolra jön az ember, vagy éppenséggel Európából, ez az amerikai feeling, ez tényleg annyival másabb, egyszerűen fel kell dolgozni ezt a sok ingert. Maga a hosszú utazás is nagyon kimerítő, szóval fel kell készülni előre. Hogyha van egyfajta előrelátás az embernek, vagy egy olyan ismerős, aki itt volt Amerikában, vele feltétlenül konzultálja, megbeszéljen, mert sokkal könnyebb lesz felkészülni az itteni dolgokra, mint hogy váratlanul érje és lereagálja ezeket, vagy próbálja megoldani utólagosan a problémákat. Apropó, az amerikai útunk során elég sok hangulatos fotót készítettünk, ezeket pedig fel is turbóztam kicsit. Ha tetszik nektek a végeredmény, jó hírem van, hiszen a Sportolik preset csomag segítségével egyetlen kattintással elérhetitek ezt a hatást. Nézzetek rá az akcióra a weboldalunkon. A linket a leírásban is megtaláljátok. Másnap reggel még belefért egy edzés, mielőtt elindultunk az elődöntők helyszínére. Hands red, knuckles tape black, pick my gloves up off the mat, fighting's all I ever had, wasn't born with tons of gifts, had to work hard as a kid, know that everything I did was to catch the other kids, slowly built that self-esteem, turned myself to a machine, I'd compete so I'd be seen, I would lose and I'd succeed, but you'd never see me quit. Sziasztok srácok, na itt vagyunk a Mr. Olympia Fitness Expo-n, őrület ez az egész, beláthatatlan, óriási nagy. Something empty, we need something more. I feel destiny, she tempts me, tells me there's too. A testépítés fitness expo a vártnak megfelelően elképesztő volt. Rengeteg szponzor és márka települt ki a helyszínre, megkóstolhattuk a legújabb egészségtudatos finomságokat, kipróbálhattuk a legmodernebb gépeket és edzésfelszereléseket, találkozhatunk olyan ikonokkal, mint Jay Cutler, Ronnie Coleman vagy Christian Guzman. Természetesen ruhaszettekben, Olympia merch termékekben és edzős kihívásokban sem volt hiány. A versenyzői rajtszámot, ami nekem a 49-es volt. Ugye 72 versenyző volt a men's physique kategóriában, ami eddigi rekord. Ugye nagyjából fele ennyi volt az összes eddigi évben, úgyhogy most megduplázódott a versenyzők száma. To the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it big. Big dreams, big sights, since I was a kid. Doing things that I like, let the pieces fit. I like the pain, feel alive when I'm under it. Reggel 6-kor én felkeltem, elkezdtem enni, aztán lementem barnítani, hihetetlenül elfáradtam, megint ettem, lefeküdtem picit aludni, és azt követően elmentünk ugye a másik helyszíre, ahol volt a prejudge. Ahogy odaértünk, azért eléggé pörgetve volt az esemény, és gyorsan kellett haladni, mert ott még egy réteget kaptam, azt követően gyorsan meg kellett száradnom, nadrágot kellett cserélnem, ennem kellett még, amit tudtam, vagy innom, de ugye ebből nagyon minimális a színpad előtti víz és ételfogyasztás, ugye főleg az emésztési dolgok miatt, hogy az alhasi rész ne puffadjon fel annyira. Úgyhogy én most színpad előtt 2 órában nem is nagyon ettem semmit. Egy pici dinnyét fogyasztottam, hogy annak is a nedvesség, víztartalma egy kicsikét úgy feltöltsön. Utána kaptam még egy olajos réteget, és tudod, gyorsan be kellett durrantani, viszont nagyon kicsi volt a konditermi rész a backstage-ben, szóval nehéz volt odaférkőzni a gépekhez. Ennél fogva nehéz volt bedurrantani, viszont nagyjából azért sikerült. Én a tükörből azt láttam, nagyon jó a forma, nagyon elégedett voltam magával a formával. Sziasztok, de nem igazán tudok vlogolni, sajnos itt találtam egy helyet.
Maga a színpad az óriási volt, meg maga a backstage is nagyon-nagyon nagy volt. Egyébként kényelmes volt, tehát hogy volt levegő. Mivel nem volt wifi-m, ezért nem tudtam mobilnetet igényelni. Nagyon rossz volt azt megélni, hogy egyedül vagy. De tényleg egyedül. Tehát nem tudsz írni senkinek, nem tudsz kimenni, mert idő van, nem, nincs időt kimenni. De úgy érzem, hogy helyt tudtam állni, és tudtam venni az akadályt. Ilyen nagyon nagy, hosszú, nem is tudom, ilyen híd vezetett fel a színpadra. Ugye 8-asával hívtak fel minket legelőször, lepozoltattak minket szemből hátulra, majd leküldtek, és utána fel kellett menni az egyéni prezentációval, és ezt be kellett mutatni. Ezt követően hátra lejöttünk újra, és mindenkit felhívtak, mind a 70 versenyzőt. Azután szolidigatták ki a kihívásokat. Ugye én a negyedik kihívásba kerültem, ami papíron ugye 25-32 versenyzőt foglalja magába, és ennek a kihívásnak a közepére raktak be, ami azt jelenti, hogy nagyjából kalkulálható, az ilyen 25-26. Helyezés ugye ebből a 72 versenyzőből, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szép eredmény, és mondhatni, hogy büszke lehetek rá. Külső szemmel nem látom magamat, nem tudom felmérni magamat, hogy hova lehetett volna besorolni engem, mert nem álltam többségében az élmezőny versenyzői mellett. Viszont én mindent megtettem, úgyhogy úgy gondolom, hogy amúgy egy nagyon szép eredményt sikerült elérni a 72 versenyző közül 25-nek lenni. Az egy nagyon jó eredmény. Hogyha eddigieket nézzük, és fele ennyi versenyzővel számolunk, akkor az egy pont szerző helyezés lenne. Ilyen esetben ugye a középmezőny elejére sikerült odaérni, és büszke is vagyok európaiként. Ha jól számolom, akkor a negyedik legjobb pozíciót értem el. Szóval én úgy gondolom, hogy tökre elégedett lehetek, és nagyon köszönöm azt, hogy lehet egy ilyen lehetőségem. Nem volt könnyű megélni, főleg így elsőre, úgyhogy nem rendelkeztem különösebben semmilyen információ, hogy mire számítsak. Nehéz volt megtapasztalni ezeket az ingereket, nehéz volt befogadni és megélni. Szükségem lesz majd pár napra, viszont biztos vagyok benne, hogy utólag pozitívnak fogom látni a dolgokat és a történteket. Így hát ezekkel az örök emlékekkel és felejthetetlen élményekkel felvértezve elindultunk a hétvége utolsó eseményére, a Mr. Olympia döntőre.
got dreams, wanna go fast. No this energy's here to last. Not a glass half full of a flow that gotta keep your eyes up on the prize. Only got one life, so it's worth a try. To find what makes you feel alive. That's the only way to live it right. And now we're all doing our own thing, but I'll never forget our glory days. My mind is full of the memories, yeah. And I'll never forget what they meant to me. Don't worry, we'll be back one day to celebrate our glory days, Though it's over now, don't let it get you down. We'll be back around. Ha úgy nézzük, akkor otthon kezdtem el én is sportolni, fekvőzgetni, tehát hogy tornázni lényegében. A lényeg az, hogy kitűztem én is magamnak egy célt, és mindig azt a lépcsőt próbáltam megugrani, ami előttem volt. Nincs lehetetlen, és hogyha valamiért megküzdötök, és kitartatok bármiáron, akkor el tudjátok érni a céljaitokat. Úgy kívánom mindenkinek, hogy a legsötétebb órájában, a legnehezebb időszakában se adja fel. Lehetőleg azért ne áldozzatok be mindent, főleg az egészségeteket ne. Szükség lesz lemondásra, de hogyha ezt megteszitek, akkor el fogtok tudni jutni arra a célra, arra a szintre, amire szeretnétek.